Mindenki eljusson oda, ahová szeretne, és közben ne szennyezze a környezetet. Ez a két legfontosabb, mondja a pécsi önkormányzati képviselő a közlekedési kultúra napja alkalmából. Köveri János azt mondja, már 6 évvel ezelőtt kezdeményezték az elektromos buszok forgalomba állítását. Ez most folytatódik. Most jön egy második adag a zöld busz programból, amit a kormány támogat. A következő években folytatódnia kell az elektromos bicikli programnak is, hiszen ez is már 6 éve elkezdődött. Akkor lesz teljes, hogyha kiépül a város egészében, de akkor fogják igazán használni, hogyha meg lesznek hozzá a bicikli utak is, a kertváros és belváros közötti bicikli út is. Ennek az elkészülése ez a következő hát 2 évben várható, hiszen húzódik most már jó ideje forráshiány miatt. A belvárosban kevés a parkoló, illetve indokolatlanul sokan autóval akarnak bejutni. Ezen is változtatni kell, hogy tisztább legyen a levegő. Fontos eljutni a munkahelyre is, de hát ehhez kell azt az alternatívát képítenünk, hogy a belváros magja körül le lehessen tenni az autót, a történelmi belváros falain kívül, és belülre már ne autóval, hanem gyalogosan jöjjünk, mindegyik irányból 5 perc alatt elérhető gyakorlatilag a belváros közepe. Mi ezeket támogatjuk, és azt is, ami most az okos parkolás címén elindul. Vagyis az, hogy érzékelőkkel szerelik fel a belvárosi parkolóhelyeket. Az autósok egy alkalmazáson keresztül telefonjukon látják, hogy hol van szabad hely. Így nem tesznek meg fölösleges köröket, ami szintén csökkenti a szennyezést Pécs központi részén.